12 programot számoltam, ami közvetlenül elektronikus egészségügyi és számos más népegészségügyi vagy egészségügyi fejlesztésben, fejlesztési programon definiált e-health fejlesztés van. Úgyhogy talán azt tudnám mondani, hogy ez egy forradalmi szakasz a Magyarországon az e-health-nek. Utoljára talán akkor történt egy ilyen változás, amikor a teljesítmény alapú, a teljesítményfinanszírozást bevezették az egészségügyben, annak kellett egy nagyon komoly informatikai támogatás. Most ezekre az erőkre vagy előzményekre építjük mi a mostani e-egészségügyi szolgáltatásokat. Tehát én a háttérben van néhány ilyen dolog, szűrési adatbázist összekötöttük az OEP teljesítmény adatbázissal, tehát tételesen személyre szólóan fogunk tudni megszólítani állampolgárokat, hogy ő még nem ment el szűrésre. Vagy a védőnői vagy alapellátási felhő, ahol a házi orvos, védőnő, házi gyermekorvos közösen látja majd az adatokat, és nem egyszerűen csak a gyógyítás adminisztrációjára, hanem prevencióra, ne adj Isten, beavatkozások előrejelzésére is tudjuk majd használni a regisztereinket. Összekötjük az intézményeket, tehát megszűnik a duplikált vizsgálat, a házi orvos látja a rendelői kórházi beavatkozást, és viszont a mentős látja a kórelőzményt. Tehát olyan fejlesztések jönnek, amik az ellátórendszer fejlődését, az ellátások fejlesztését, a betegek szolgálatát teszik majd lehetővé. Ez időt fog igénybe venni, nincsenek illúzióink, viszont ami nagyon fontos, hogy nagyon gyorsan elérhetővé tegyük ezeket az e-health kapacitásokat, mert ettől mindenki okosabb lesz, és ettől egészségesebbek leszünk. Területeken is a mai előadók többen is azt mondták, hogy az, hogy mennyire valósulnak meg ezek a fejlesztések, az attól is függ, hogy mekkora muníció, anyagi muníció van ebben. Meg tudja körülbelül azt mondani, hogy ez a 12 projekt, amit említett, körülbelül milyen nagyságrendű anyagi forrásokat ölel fel? 10 milliárdot meghaladó, hogyha összeadjuk. Egyébként nem is azt mondanám, hogy a pénz a kritikus sebesség meghatározott tényező, hanem egyfelől az adminisztratív eljárásrendek bonyolultsága, hiszen ennek majdnem minden eleme uniós programból táplálkozik, és a másik pedig a megvalósításban számba vehető adminisztratív kapacitások, ez a két szűk keresztmetszet van. Éljünk egészségesebben, itt kezdődik. Ha már vannak betegségeink, akkor azt hamar találjuk meg, és ha lehet, minél több beteget tartsunk meg egészségesen, vagy az állapotának megfelelően, minél több embert tudjunk az otthoni megszokott környezetében tartani, és tényleg csak az kerüljön kórházba, akinek nagyon szüksége van rá. Nagyjából ez a három. Ja, és igen, hogy motivált, innovatív emberek dolgozzanak az egészségügyben. Az egész év két dologról, az e-health-ről, meg a prevencióról kell, hogy szóljon, és a következő évek is.